Kis híján meghalt szénmonoxid mérgezésben egy fiatal pár Gyoma-Endrődön. Információink szerint a bajt az okozta, hogy hiányzott a kémény fele. Emiatt szivárgott vissza a halálos gáz, miután befűtöttek. Ez szomorú, hogy ilyen történik az utcában is, hogy nem vigyázunk magunkra. Már nekem vannak, minek hívjákom, ez a szénmonoxid mérőm. Hogyha gáz vagy a füst kijön, akkor jelez. Óriási szerencséjük volt, hogy még képesek voltak segítséget kérni, de a házból már nem jutottak ki, mindketten elájultak, perceken múlt az életük. Súlyos szénmonoxid mérgezéssel kerültek a Békés Csabai kórházba. A tűzoltók mérései nagyon magas szénmonoxid szintet mutattak ki a fiatal pár otthonában. Szénmonoxid érzékelő nem volt a házukban, pedig a készülék életet menthet. A környékbelieket sokkolták a történtek. Az meg még jobban szomorít, hogy még ráadásul a mi utcánkba, meg még aztán sorra került, hogy elszállították a... Igen. Igen, nyilván, hogy belélegeztek valamit akkor. Igen. Hát igen, igen, kémény ellenőrzések, stb. Lehet, hogy elmaradtak, nem tudom. Érzékelő kellene, mindig ezt hallom jó tanácsként, hogy tessék használni érzékelőt. Mert az ahhoz kicsösszeg viszonyítva, hogy baj történjen mondjuk egy fürdőszobában, magamra zárom az ajtót, kész. Nem tudok más, csak az, hogy elővigyázatosság, érzékelő beszerzése. A katasztrófavédelem minden évben kis filmmel figyelmeztet a veszélyre, a honlapjukon pedig az ajánlott és a nem megfelelő szénmonoxid érzékelők listáját is meg lehet találni.